csökken a növekedésünk, Darvas Zsolt egy képet használom, de hát a növekedési előrejelzések is alakja a 2008 és 2012 között, és jól látszik, hogy egyszerűen nem volt előrejelezhetőnek a válságnak a mérséklés nagysága, és ezt folyamatosan mondanak ezek az előrejelzések, mint a növekedés, mint pedig a foglalkoztatás alapján. Ezzel kapcsolatban két kérdés van, miért ennyire súlyos a válság Görögországban, míg az USA-ban, ahonnan kiindult ez a subprime válság, ott az egyébként tartott a recesszió, és az ott már egy számtalan nagyon csak 2-3%-os növekedési pályán vannak, de semmi volt, hogy nem ez a görög. A másik pedig, hogy hogyan tudták megnekedni egy kis ország problémája a teljes eurózónát, hiszen ez mondjuk 2%-a az GDP-re. Ezekről a kérdésekről két egészen szélsőséges nézet van, és hát ezek jelen vannak Amerikában, és polarizálódottak az ezzel kapcsolatos nézetek, illetve Görögországon belül is, és ezek jelen vannak. Tehát sokan, főleg a libertariánus közgazdászok, a nézet, és Görögországban is a rendszerkritikusai úgy gondolták, hogy a görögök elszabadulták a válságkezelést, tehát azért van válságban, hogy tudták még a intézkedéseket. A másik oldalon pedig szintén amerikai közgazdászok pedig úgy gondolják, és Görögországban is ennek nyilván nagy hívei vannak, hogy az EU szigorú intézkedései az országok recessziós spirálba feszítették. Azt gondolom, hogy mind a két nézettel lehet vitatkozni, és azt hiszem, hogy egy hasznos alternatív megközelítés lehet, hogyha ezt a válságot a költségvetési korlát megkeményítésére folytatott küzdelem okozta bizonytalanság tekintjük. De a költségvetési korlát, erről még lesz is szó a következő három előadásban, tehát ez Konyak Jánya című könyvében már megjelent, 86-ban Kutozva jelent meg erről egy meghatározó írása. Tehát itt a döntéshozó nem készül arra, hogy a kiadásnak a bevételeihez igazítsa, mert van benne egy olyan várakozás, hogy majd valaki más, hogy támogatja a szervezet, ez a szocializmusban az állam fedezi a bevételeik új kiadásokat. Az eszközei ennek nagyon sokfélék lehetnek, és ezt majd Görögország kapcsán látni fogjuk, hogy ennek a puha költségvetési korlátnak nagyon sokféle tünete van, ez puha szubvenció, puha adózhatás, puha hitelezés lehet, és ezek az eszközöknek is alakulhatnak. Tehát nem magában az egyik lesz a szüntetésre, meg a probléma kiiktatását. A következményekről is már talán volt szó, tehát a piaci osztatás gyengülése, az ár- és költségérzékenység csökkenése és a kereslet elszaladása. A probléma alapja, és ez már tehát ez a 2003-as összefoglaló Gerard Rolland és Eric Maskinnal írt összefoglaló alapján, tehát egy dinamikus elköteleződési probléma, amelynek során nincs kimentési iránti elkötelezettséget a támogató szervezetnek éves bevásban, és azt hiszem, hogy ez egy kulcskérdés a görög válság megértésével. Tehát itt a válság előtti Görögországban hogyan jelentkezett ez a probléma, mivel fogok majd adatokat mutatni. Tehát az első alapvető probléma volt az, hogy bár a Maastrichti szerződésben és az Európai Központiban szabályokban van is szerepelt az, hogy nem mentenek ki bajba jutott tagállamokat, ez a szabály a nemzetközi piacok viselkedése alapján nem volt tekintő hitelesnek, tehát várakozás szintjén ilyen volt a költségvetési korlát, és így a görögök a németekéhez hasonló kamatokkal jutottak forrásokhoz. Ezt felhasználták a magánszektor és az állami szektor is, itt a görög problémák megértésében az államnak van kritikus szerepe. Itt az állami vállalatok révén a görög állam klientúrájának jól fizető munkahelyeket biztosított, itt Bisvizi Anna cikke az a Törökországból idén. Tehát ő írja, hogy a 70-es években 200 ezeres volt a görög államban a foglalkoztatás, azt mondja, hogy 1.200.000, ez kutatának fogad 25%-a az összfoglalkoztatásnak, és mindezeknek révén a politika támogatás biztosítása volt szó. Na most ebből adódott egy olyan állam, ami egyrészt nagyon drága váltak, másrészt nagyon kevéssé hatékony, erről felmutatok adatokat, és az adófizetőket ezzel valamilyen módon kompenzálták, és a puha adóztatás egy módszer volt erre, tehát az adókat, amik ki voltak róla, nem szedték be, és ennek révén az adófizetők is elfogadták azt, hogy ez a rendszer működik.
és összességében ennek a puha költségvetési korlát révén a rendszer alapvető legitimációja biztosítva volt, és ennek a forrását pedig a nemzetközi piacokról fedezték. És akkor erről néhány adat, tehát egyrészt ez a kamatkonvergenciát és a görög magánadósság alakulását mutatja. A német és a görög kamatok vannak ilyen feltétlenül, lehet látni az euró bevezetésétől kezdve szinte hosszú távú kamatokban néhány százalék, 10% fontú különbség volt, tehát 0,3-0,4%-kal fizettek többet a görögök, mint a németek. Ez nyilván a korábbi időszakról, hogy ez hamar kezdődött ez a ráadó, tehát ilyen 20% körüli kamat szintről ez egy óriási alakosulást tett lehetővé a magánszektornak, és ezt éppen ki is lehet mutatni. Ez egy másik, a veszteséges állami vállalatokról, ez egy nagyon érdekes ábla, tehát ez a Visvízi cikkében van, ez a 10 legnagyobb veszteséget termelő állami vállalatnak az adózás előtti eredményét mutatja. És itt, ami ebbe a táblázatban az érdekes, az az alkalmazottak átlagos bérköltsége. Itt Visvízi azt írja, hogy ezeket a 40 ezer, 37 ezer, 50 ezer eurót az átlagos görög fizetéshez kell viszonyítani, 18 ezer eurót, tehát jelentősen több, és ez a 9 órák számára jól fizető állások biztosítása. Tehát ez hozza létre azt a problémát, hogy egyrészt az állam számára nagyon drága, mert ki kell menteni, másrészt pedig nagyon alacsony rossz hatékonysággal működik, és még azt is megfigyelhetjük, hogy egyfajta fordított arányosság van, tehát minél nagyobb veszteséget termel, annál nagyobb a bérköltség, ami a fogság, amit látsz, az mindenki irányba megy, tehát a magas bérköltségnek veszteséges. A következő az a puha adóztatás, itt a áfa behajtásának a hatékonyságáról van szó, ezt a fogyasztás tükrében, valós fogyasztás tükrében számolják ki, és hát itt az euróövezet, tehát nyugat-európai országai lehet látni, Görögországban a legrosszabb pozícióban, tehát nem hagyták be az adókat, és ebből adódik az, hogy a fekete gazdaság kiterjedtsége az OECD országok tükrében a legnagyobb Görögországban, tehát ez mutatja azt, amit hát Magyarországról ezt a problémát nagyon jól ismerjük, amikor az állam szemet a magánszektor szabályok viselkedése mögött annak érdekében, hogy ezzel a kooperációval és a legitimációval bebiztosítja. Tehát lehet látni az állam kiadási és bevételi oldalról is fegyelmezettel viselkedik, és ez megjelenik a költségvetési adatokban is, tehát a kiadások azok és a bevételek között egy folyamatos szakadék van, igazából soha nem teljesítették a Maastrichti feltételeket, és az adósság állomány az a jobbsorára pedig 100% fölött volt végig a válság előtt, és akkor utána a GDP összeomlásával pedig ez meredeken volt. A következő az, hogy hogyan is tör ki a válság, és azt gondolom itt is nagyon hasznos, hogy a nyugati költségvetési korlátra gondolom. Nagyon sokan azt gondolják, hogy itt a görög adatrevízió, ez 2009. októberében, amikor az új hasonló szocialista kormány nyerte meg a választásokat, aki jóléti juttatásokat és a válság kompenzálását ígérte a választóknak, és ennek érdekében a deficitet az tehát a 3-4 és a 6 értékről 13% körül revidiálta, és az adósságra is beismerték, hogy 120%. És hát itt Eric Jones, egy amerikai politikai gazdaságtannak foglalkozó szakértőnek támaszkodom, ő azt mondja, hogy igazából a görögök nem ekkor zárultak ki a piacokról, hanem ő azt mondja, hogy az itt történt, 2000, tehát hogy jóval később, egy fél évvel később történt, ő azt állítja, hogy amikor az Európai Unió halogatta azt, hogy konkrét segítséget nincsen a görögöknek, és Merkel tett egy olyan kijelentést, hogy hát lehet szó segítségről, de nagyon meggondoljuk, és csak akkor, hogyha Görögország kizárulik a piacokról, akkor igazából lehet látni, hogy ez a meredek emelkedés a görög-német kamatkülönbözetben ekkor történt, ami azt jelenti, hogy amikor már nem volt evidens az, tehát hogy korábban azt gondolták, hogy a pénzügyi szereplők, hogy evidens módon kisegítik a Görögországot, tehát amikor Merkel ezt megingatta, ezt a hitelt, akkor zárultak ők igazán ki a piacokról, és akkor már muszáj volt beavatkozni.
És ez azt jelenti, hogy a költségvetési korlát elkezdett kemény a Görögországra, és két nap alatt ők elvesztették a hozzáférést a nemzetközi piacokhoz, tehát ez az egész rendszer, amit mi a fölépítettek a költségvetési korlát kapcsán, az veszélybe került. A válságra adott válaszok is ezek sikertelenségéről egy külön előadást lehetne tartani, és egyébként egészen biztos, hogy nincsen. Minden esetre itt csak nagyon felsorolásszerűen mondtam el, hogy mi is történt, tehát itt ilyenben felmentő csomagok voltak, három darab már, és még háromnál tartunk, tehát az első az 2010 májusában 110 milliárd euró, ez nem volt sikeres, tehát Görögország nem tudta visszanyerni a nemzetközi piacokhoz való hozzáférését. Már 2011 alá megindultak a spekulációk, hogy újabb kimentésre lesz szükség, ez februárban meg is történt, 130 milliárd euró kaptak ismét, és a legutóbbi 2012. novemberben volt, ezt nem mondják kimentő csomagnak, de gyakorlatilag kimentő csomagnak tekintető, tehát nem kell visszafizetni 10 évig az adósságot, hol a kamat, tehát egy csomó, ami olyan 40 milliárdos költsége van. Emellett talán még fontosabbak voltak az Európai Központi Bank beavatkozásai, amiket inkább elővárták azt a normát, hogy nem mentettek ki a bajba levő tagállamokat. Itt az első úgymond szabályszegés az az volt, amikor továbbra is a görög papírokat elfogadták fedezetként. Emellett három papírpiac vásárlások voltak a másik lagos piacon, ez szintén szabályellenes, és szintén a görög bankok nagyban részesültek a hosszú távú finanszírozási programban. Ennek fejében Görögország és a magánszektor bevonását leírták 53,5%-ot a bölgáltatóságnak a piacban. 6 darab megszólító csomag volt, aminek révén a hiány 2019-15,7%-ra csökkent, itt lehet látni a bevételek jelentősen nőttek, a kiadások is csökkentek, fontos viszont azt észrevenni, hogy a kiadási szint az még mindig bőven a 2007-es fölött van, ami 40,2% és most ezt lehetünk 50,7%-re. Szó volt privatizációról, tehát itt a hova költségvetési korlát megkeményítésének a fő eszköze a privatizáció. 2011. februárjában hirdettek meg egy 50 milliárdos programot 2015-re, ebből 1,6 milliárd sikerült, ami nyilvánvalóan kvázi a program elszabadulását jelenti, és a cél csökkentett mégis még a harmadik mentőcsomagban 11 milliárdra. A történet az arról szólt, hogy effektíve a puha költségvetési korlát a válságkezelés során átalakult, de a nemzetközi piacok a bizonytalanság miatt már nem finanszírozták. A görög állam igyekszik először privatizálni, most a legjobb csomagban nacionalizálni az állami vállalatot, tehát itt valahol fönnmarad. Viszont a görög adófizetők számára ez megszűnt, tehát nagyon szigorú adóbehajtást próbálnak és komoly adóemeléseket, de a társasági adó 50%-nak a következményét a beruházásokban minden átadjuk. Ehhez képest a másik oldalon új típusú kamatköltségvetési korlát jött létre, tehát itt az Európai Unió, az IMF és az NKB a görög államot továbbra is finanszírozza. Itt egy bizonyos IMF 2012-es tanulmány, ami kiszivárgott februári, tehát ő úgy ítélt meg, hogy akár a Lehman Brothers visszavonulásának komolyabb költségekkel jár, hogyha a Görögország kezdetben csődöt mondaná, és ezért vannak ezek a kimentő csomagok. A görög bankoknak az EKB-jük nyújt folyamatos likviditást, nagyon komoly tőkemenekülés van, erről mindjárt mutatok ábrát, és Görögországnak a tartalékható rendszernek a része, illetve a görög nemzeti bank, tehát ilyen emergency liquidity assistance, tehát veszély esetén likviditást biztosítanak a bankoknak, tehát ez is egy finanszírozási csatorna, és a görög bankok és a görög gazdaság között is létrejött egyfajta kétszer hitelezés, a nem teljesítő hitelek aránya jelentős.